hogy ezt még valamikor 2016 évben, körülbelül abban az időszakban pályáztuk meg az új bölcsőde épületét, és hát akkor egy elég komoly műszaki tartalomra adtuk be a pályázatunkat, és hát ennek megfelelően készült a költségvetés, azonban ugye hát jelentősebben kevesebb összeget nyertünk el sajnos. Kivitelezők részéről, amikor kaptunk ugye ajánlatokat, azért olyan összegek hangoztak el, amiket úgy gondoltam én is, illetve a képviselőtestület, illetve szakemberek, hogy hát azért sokkal racionálisabb költségekkel tudunk számolni, és abból az összegből, amit pályázunk, illetve amire lehetőség van, sokkal több mindent meg tudunk valósítani. De ugye az ajánlott kivitelezők, azok azért egy jóval magasabb összegen dolgoztak, és hát elindult az egyezkedés. Igen, meghívásos pályázat, de nyilván a kivitelezők körére kaptunk javaslatot, hogy kiket kellene ahhoz, hogy sikeresen szerepeljünk a pályázaton. És amikor elnyertük az összeget, a támogatási összeget, azzal szembesültünk, hogy abból a pénzből, amit kaptunk, ezt a műszaki tartalmat nem fogjuk megvalósítani. Na most nem szerettük volna újraindítani a teljes tervezést, illetve egy új teljes tervezési eljárást indítani, ezért az én véleményem az volt, hogy adjuk be a forrásemelési kérelmet, de magán a műszaki tartalmon, illetve a kivitelezői körön ne változtassunk. Szolnoki Fidesz részéről jöttek ezek az ajánlatok, tehát így alapvetően a kivitelezői kört azt a szolnoki önkormányzaton, illetve a Fidesz irodán belüli egyeztetéseken dőlt el. Ilyen el van mondva, hogy melyek azok a vállalkozók, akivel előnyös, hogyha dolgoztat az önkormányzat, illetve hát nekem korábban volt kijelölve a jelenlegi polgármester úr mentorként, Dr. Túróczi Imre, ugye, aki a szolnoki önkormányzat gazdasági igazgatója volt, korábban a szolnoki főiskolának a rektora, és hát ő, mint egy ilyen kvázi mentor, pénzügyi tanácsadó, fejlesztési tanácsadóként volt itt megbízva, és igazából ő közvetítette a szolnoki Fidesz, illetve a kivitelezők és én közöttem az ilyen jellegű kéréseket. Mi esetünkben ugye azokra voltak célzások, illetve a későbbiekben ezt meg is tapasztaltuk, hogy amennyiben ugye nem a szolnoki vezetésnek az akarata érvényesül, akkor a település, az önkormányzat pénzügyi működése elég nehéz helyzetbe kerül. Kevesebb támogatást kapunk, adott esetben a különböző hivatalos ügyeink intézése lassabban fognak menni. Így van, tehát ez gyakorlatilag a tésztaüzemünk, ugye ez a projekt az előző ciklusban indult el. Egész dolog úgy kezdődött, hogy Dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár úr azóta elhunyta nem régiben. Ő gondozásában, illetve az ő kezdeményezésére indult Rákóczi falván egy ilyen közfoglalkoztatási mintaprogram, ahol többféle elképzelés volt. Azt a feladatot kaptuk, hogy hozzunk létre egy állattartó telepet. Ott különböző állatokat tartsunk, többek között baromfit, tehát tojástermelés működjön, és erre épüljön egy tésztaüzem, ahol a megtermelt tojásokat felhasználjuk, illetve az önkormányzat földterületein gabonát termesszünk, egyrészt ugye az állatok takarmányozására, másrészt pedig ugye a tésztagyártáshoz, ugye a liszt elkészítéséhez. Volt az önkormányzat tulajdonában egy tanya, egy rocsatanya, egy állattartó telep, amit még korábbi több ciklussal ezelőtt vásárolt az önkormányzat, és ezen, ha már úgyis a tulajdonunkban van, ezen gondoltuk, hogy létrehozzuk az állattartó telepet, és akkor erre épülve megcsináljuk a többi elemet. Azonban itt egy elég komoly akadályba ütköztünk, ugyanis az akkori bérlő, aki ezt a tanyát bérelte, ezt még korábbi ciklusokkal ezelőtt kapta meg, pontosabban, jól emlékszem, két ciklussal ezelőtt kapta meg ez a bérlő, elég érdekes, furcsa körülmények között ilyen háttér megállapodások kapcsán került az ő
használatába. Nagyon sok bérleti díjat fölhalmozott, nem fizetett, és hát szerettük volna ugye ezt a viszonyt rendezni, tehát vagy kifizeti a tartozását, vagy költözik. Mivel fizetési hajlandóság nem volt, úgy gondoltuk, hogy akkor ezen a tanyán valósítjuk meg ezt a projektet. És valaki nem engedte, hogy kirakjátok a bérlőt. Igen, tehát ezzel kapcsolatban tárgyaltunk a bérlővel, testületi határozat született, hogy mivel nem fizet, ezért mennie kell. Azonban a szolnoki egyes választókörzetnek az elnöke Szalai Ferenc lobbizott mellette, hogy ne rakjuk ki, illetve próbáljuk meg támogatni, hogy valamilyen úton, módon ugye boldoguljon ezen a tanyán. A KDNP vezetés részéről jött ilyen kérés még hozzám, hogy segítsünk ennek a bérlőnek, hogy ezt kaphassa meg véglegesen ezt a tanyát, de egyértelműen elzárkóztunk, és hát indítványoztuk, kezdeményeztük ugye az ügynek a jogi útra terelését, de végül segítséget nem kaptunk se a kormányhivataltól, sőt inkább hátráltatva volt ez a dolog, illetve rendőrséghez is fordultunk, de segítséget nem kaptunk. Végül bíróságra került az ügy, jött a kérés az önkormányzat felé, hogy hát a rocsatanyát nem támogatják, hogy ott valósuljon meg, azonban Szolnok és Rákóczi falva között van egy teremgarázs, van egy épület együttes, amire a belügyminisztérium biztosítana nekünk 50 millió forintot, és ez egy szolnoki önkormányzati képviselő tulajdonában van, és amennyiben ezen a területen valósítanánk meg a projektet, akkor minden anyagi és egyéb más szakmai támogatást megkapunk. Gyakorlatilag meg lett mondva, hogy vagy ott valósítjuk meg ezen az ingatlanon, vagy pedig nem fog működni a projekt. A belügyminisztérium részéről a helyettes államtitkár úr, illetve az ő kollégái voltak itt több ízben tárgyalni Rákóczi falván, és igazából onnantól kezdve ez egy irányított projekt volt. Gyakorlatilag nekünk csak egy olyan szerepet szántak, hogy mi szavazzuk meg, írjunk alá, és akárhogy elleneztük ezt a dolgot, tehát amikor Szolnokra én a választókerületi elnökhöz be voltam hívva, akkor elmondta, hogy legyünk partnerek ebbe, és nem fogjuk megbánni, hiszen a település fejlődéséhez szükséges támogatásokat, illetve a működési támogatásokat így kapjuk meg, hogyha ezekbe a projektekben is részt veszünk, és követjük az államtitkár úrnak, helyettes államtitkár úrnak a javaslatait. Az önkormányzat szakemberei készítettek ingatlan értékbecslést, azonban ez azért alacsonyabb összegre jött ki, mint amennyi kellett volna ugye a támogatáshoz, és ezt innentől kezdve, hogy a belügyminisztérium átvette a dokumentáció előkészítését, és mi megkaptuk az ingatlan értékbecslést, minden anyagot kaptunk hozzá, és igazából ennek az előkészítése már nekünk nem volt feladatunk ezzel kapcsolatban. Ahol most vagyunk, ez a úgynevezett Tóta tanya, ugye a közfoglalkoztatási mintaprogram kapcsán ez az a épület együttes, amit ilyen megközelítőleg körülbelül ilyen 50 millió forint értékben kellett ugye megvásárolnunk, mint a rocsatanya alternatívájaként. Ugye hát én azért nem nagyon örültem ennek az ügyletnek, mert egyrészt az, hogy ugye irányított volt az ügylet, tehát ugye meg volt mondva, hogy kitől, mennyi pénzért, hol, mit kell megvásárolni, illetve a mi elképzelésünk az volt, hogy egy állatsimogatóval kombinált állattartó telepet, ami turisztikai célokat is szolgál, tehát nekünk ez volt az elképzelésünk, és hát jó, mondjuk állattartó telepként funkcionálhat ez az épület együttes, de itt ennek a térségnek az iparterület jellege miatt azért turisztikai célra ez nem igazán alkalmas, nem olyan a környezet. A belügyminisztérium részéről megkaptuk az utasítást, hogy
ezt az ingatlant kell megvásárolnunk, és hát ugye célzottan ennek az ingatlannak megvásárlására ezt a nagyságrendileg 50 millió forint értékű összeget, 50 millió forintnak megfelelő összeget átutalták a számlánkra. Megvásároltuk az ingatlant, akkor már azért az önkormányzatunk és a szolnoki vezetés között már ugye kiéleződtek a nézeteltérések, és mivel egyre inkább látták azt, hogy azért az ilyen pénzügyi dolgokban a mi önkormányzatunk nem lesz partner, azért onnantól kezdve szankciókat alkalmaztak velünk kapcsolatban, és ugye próbáltak nyomást gyakorolni, és akkor már azért a pénzcsapokat is elzárták. Egy 300 darabból álló állományt tudtunk beállítani, de itt is megmondták, hogy honnan kell rendelni. Gyakorlatilag selejtes állományt kaptunk, teljes áron kellett megvásárolni az előírt helyről. És honnan vették, és ki mondta, hogy onnan kell? Egy baromfi telep, a belügyminisztérium szakértői írták elő, hogy honnan. Tehát az állatorvos is megmondta, hogy maga a fajta sem alkalmas, illetve genetikailag egy ilyen selejtes állomány, illetve jelentős része ki van öregedve. Nagy termelés nem volt, azonban a statisztikákat produkálni kellett. És megmondták, hogy alternatív megoldásként akkor vásároljunk máshonnan alapanyagot, és úgy gyártsunk legalább annyi tésztát, meg annyi termelés legyen, hogy a pénzügyi, meg az egyéb jelentéseket ugye ők a munkaügyi központtal el tudják látni. Itt ugye az állatsimogató részére is több állatot meg kellett vásárolnunk, de ezek is ugye ilyen öreg, kiselejtezett példányok voltak. Tehát az utolsó darab seprőig is meg van mondva, hogy melyik vállalkozótól kell megvásárolni, kitől kell megvenni. Tehát forintra pontosan, lépésről lépésre minden egyes mozzanat le van szabályozva. Tehát én, mint polgármester, vagy egy közfoglalkoztatási ügyintéző azt nem teheti meg, hogy mondjuk van féláron egy seprű például, és akkor a helyi vállalkozótól azt megveszi, nem? Tehát ez központilag elő van írva, hogy honnan mit. Még hogyha minőségben mondjuk elmarad az elvártól, illetve pénzügyileg is nyilván többe kerül. Még hogy itt a projekt kapcsán, mert ugye amikor a Túró címrével tehát látták azt, hogy az Imre nem lesz jó mentorom, mert hogy semmit nem írok alá, meg semmit nem megyek bele. Egy másik mentort jelöltek ki mellém, a Mészáros Ibolyát, ez a Mészáros Lőrincnek a nővére. És ugye ő, amikor képbe került, őt ugye fölvettem az önkormányzathoz, mert ugye őt adták mellém ugyanilyen szándékkal. Rögtön rájött arra, hogy hát igazából ő azzal a céllal lett ide küldve, mint amiért a Túró úr volt, és hát ő ebben nem fog asszisztálni. A kabinetvezető asszony kilépett, mert azért két irányból jött a nyomás, és hát végül jobbnak láttuk, hogy ebbe az ütköző zónába ő inkább nem vesz részt. És ki lett helyette? Hát utána nem lett, mert én ugye próbáltam olyan szakemberekkel egyre inkább körbevenni magamat, akik tényleg azért dolgoznak, hogy a település működjön, és hogy törvényesen, szabályosan tudjunk működni, azonban leépített a szolnoki vezetés körülöttem mindenkit. Tehát, mit jelent, hogy leépített mindenkit? Folyamatos számonkérések, próbálták ellehetetleníteni a munkájukat. A jegyzőm folyamatos nyomás alatt volt a kormány megbízott részéről, folyamatosan a törvényességi felhívásokkal traktálták. Néhány olyan képviselő, aki egyértelműen úgymond az én ellenzékembe tartozott, szándékosan például nem adta le a vagyonnyilatkozatát időbe, erről nyilván tudott időbe a kormányhivatal, és már úgy készültek, hogy emiatt szankcionáljanak minket, és nyilván ezzel sok feladata volt a jegyzőnek. De durvábbakról is be tudok számolni. Egyébként a jegyzőm azért mondott le, mert egy olyan feladatot kapott az országgyűlési képviselőtől, hogy egy helyben nyíló étteremnek a nyitását akadályozza meg. A képviselőasszonynak a baráti köreit zavarta volna ez a tevékenység,
hogy itt egy ilyen jellegű létesítmény üzemel, és emiatt, hát először én kaptam a feladatot, hogy akadályozzam ezt a dolgot, és ne nyithasson meg az étterem. Ahol most vagyunk éppen, ez az úgynevezett Rocsatanya, ez Rákóczi falva határában, a Tiszaparton van. És én először ott hallottam a Rocsatanyával kapcsolatban pontosabban, amikor képviselő testületi ülésen két képviselő társam jelezte azt, hogy ők rendszeresen vesznek részt különböző megbeszéléseken a Martfői fürdőben, ahol másik választókerületnek az országgyűlési képviselője, illetve más polgármesterek vagy polgármester is részt vesz, akkor még nem nagyon tudtam, miről van szó, mint utólag kiderült, ugye, hát ez kapcsolódik a mostanában igencsak hírhetté vált Boldog Pista ügyhöz, ugyanis ez a Martfői termál, ugye ez a másik választókörzetben van, és ugye ott rendszeresen összejöttek vállalkozók, politikusok a fürdőben, és megvitatták a különböző gazdasági, üzleti és egyéb politikai elképzeléseket, és hát engem is hívtak oda abba az időbe többször, de én nem mentem, mert én ezzel a körrel nem nagyon jöttem. Tehát nem, igazából... Volt ez a kör? Kik voltak ezek a politikusok? Hát abba az időben, tehát fideszes képviselők, illetve annak idején a Boldog István országgyűlési képviselő, aki azért elég nagy népszerűségnek örvendett, mert őról azt mondták itt is a környékünkön, hogy ő az, aki bármit el tud intézni, és rajta keresztül nagyon, nagyon sok pénzhez lehet jutni, és ez a két képviselő társam, a Novák Gyula, aki a KDNP-nek a képviselője volt, illetve függetlenként a Csomán István, aki szintén a Túró címrének egy patronáltja volt akkor is, igazából mi voltunk megversenyeztetve. A tét az volt, hogy ki fog jobban beleállni a pénzszivattyúnak a működtetésébe, én vagy a Csomán képviselő társam. Én a saját értékrendem alapján, ugye a képviselő társaimmal működtünk, amit tudtunk, jó ügyek mellé álltunk, próbáltuk fejleszteni a települést, és akkor került szóba, hogy a Rocsatanya bérbeadását támogassuk. Kiírta az akkori önkormányzat egy pályázatot. Az a döntés született végül is sajnos, hogy a másik bérlőnek adtuk ki, illetve adta ki az önkormányzat egy nagyon, és ebbe az is közre játszott, hogy a Fidesz által ő volt a támogatott. Tehát itt rendszeresen azt hallgattuk, hogy a fürdőben nagy emberek mondták azt, hogy neki kell megnyerni, turisztikai fejlesztésre nagyon sok pénz fog idejönni, az önkormányzat is jól jár, a lakosok is jól járnak, a bérlő meg csinálja a fejlesztéseit. Amikor én lettem a polgármester, akkor én leültem vele tárgyalni, és elmondtam, hogy lennének elképzeléseink nekünk is önkormányzati szinten a Tanyával, dönts el, hogy fizeti a bérleti díjat és fejleszt, vagy gondolkodjon el egy másik helyszínnek a keresésébe. Hát nem nagyon sikerült, fölhívtak engem a KDNP-től, lobbiztak mellette, hogy segítsem az ő működését. Mondtam, nem tehetem meg, mert tehát állami önkormányzati vagyonnal gazdálkodunk. Tehát hogyha nem megfelelően gazdálkodunk az önkormányzat vagyonnal, azzal mi bűncselekményt követünk el, tehát nem tudok benne segíteni. Ki fizeti a bérleti díj elmaradást, rezsitartozást, akkor újra gomboljuk a kabátot és tárgyalunk a dologról. És akkor volt egy Pro Caritate díjátadó ünnepség, ahol a Szalai Ferenc választókerületi elnök úr a műsor közben odasúgta nekem, hogy mindent tegyek már meg annak érdekében, hogy ennek a bérlőnek az elképzelése érvényesüljön. Nyilván mondtam, hogy nem tehetek semmit, testület a döntéshozó, nekünk egy olyan szándékunk van a testülettel, hogy itt valamilyen fejlesztést hajtunk végre, úgyhogy ebben nem vagyunk partnerek, hivatalokhoz fordultunk segítségért, hatóságokhoz, közben bejött a képbe a közfoglalkoztatási mintaprogram, és itt viszont egy határozott elképzelésünk volt, hogy az állattartó telepet, az állatsimogatót, meg az egész programot itt szeretnénk megvalósítani, hiszen erre nem kell ingatlan vásárlásra költeni. Itt van egy nagyszerű terület, turisztikailag is nagyon jó, mert itt van a Tiszaparton, itt van a kikötő nem messze. Hát valósítsuk itt meg. És ugye akkor jött a hideg zuhany,
amikor azt láttuk, hogy nem segítik a projektünknek ezt a részét, hanem még inkább akadályozzák, mert semmi segítséget nem kaptunk, sőt ugye a presszió, hogy a bérlőt ne piszkáljuk, politikai szintről, tehát a Fidesztől, illetve a KDNP-től is kaptam ilyen kérést. És a vége az lett, hogy közölték ugye a belügyminisztérium részéről, hogy megvan a terület, amit meg kell vásárolnunk, és ott kell végrehajtani a fejlesztést, ugye ez a úgynevezett Szolnok és Rákóczi falva közötti Tóth-Atanya terület. Rengeteg céghez, vállalkozóhoz, fideszes politikushoz kellett elmennünk, és egyezkednünk a projektek kapcsán. És akkor szembesültem azzal, hogy hát bizony itt azért nem éppen tisztességes dolgok folynak a háttérben, és hát én ebből úgy próbáltam kihúzni magamat. Borítékolható volt, hogy előre leszervezett és megbeszélt közbeszerzési eljárások, irányított pénzmozgások, címkézett támogatások. Mit értsünk irányított pénzmozgás? Például hiába van mondjuk a igény egy településen, adott esetben mondok egy példát, mondjuk egy útépítésre. Rákóczi falvának nagyon nagy igénye van egy útépítésre. Hogyha éppen akkor aktuálisan nincs olyan érdekkör, aki ebbe úgy bevonható, hogy bizonyos körök ebből jól járnak és profitálnak, akkor a pályázat meghiúsul. És amilyen érdekkör éppen szerepel, célzottan olyan pályázat van kiírva, és az nyerhető el. Mondanál egy példát akkor még ilyenre, hogy történt-e ilyen? Hát konkrét példa, hogy ugye útra lett volna szükségünk, mondjuk adott esetben például Maci Múzeumra nem lett volna szükségünk, mert hát Maci Múzeumunk az már létezett, még ha mondjuk amióta működik, illegálisan is működik, de létezett. És hát az útépítésünket elmeszelték, és inkább több 10 millió forint összegekkel egy olyan beruházást támogattak, amiből igazából a település nem igazán profitál, viszont egy jó pénzelosztási hely lehet bizonyos helyekre. És hát egy olyan helyzet adódott elő, ez egyébként jellemző volt más környező településekre is, hogy a benyújtás és a döntéshozatal között nagyon sok idő eltelt. Közben az árak mentek föl, pályázati pénz nem érkezett, a határidő közelített, és hát ez azért feszültséget okozott a környéken, és én akkor kaptam egy telefonhívást az egyik polgármester kollégámtól. Ő nem ebbe a választókörzetbe volt polgármester, egy szomszédos választókörzetbe, hogy meghívtak minket egy megbeszélésre azokat a polgármestereket, akik ilyenekben, ilyen problémákkal küszködnek, és hogy ezen vegyek részt. Ez Martfűn az egyik szállodába zajlott le, és akkor a miniszterelnök úrnak a testvére jött, tartotta ezt a megbeszélést, ahol megbeszéltük az aktuális projektek állását, és hát ott ígéretet kaptunk arra, hogy amennyiben problémáink vannak, illetve segítségre szorulunk, abban a projektjeink minden segítséget meg fognak kapni, és akkor ne aggódjunk, hogyha a megfelelő mederben haladnak a dolgok a mi részünkről is, akkor ne aggódjunk, de a projekteket maradéktalanul meg fogjuk tudni valósítani. Tehát én úgy gondoltam, hogy nem ilyen szinten kell nekem tárgyalnom partnerekkel, úgyhogy én igazából a segítségkérés lehetőségével nem éltem. Volt vele egy kivitelező cég, illetve egy mérnöki irodának a vezetője, én erre nem emlékszem már, hogy mi volt a cég neve. Amikor én megérkeztem, egy polgármester társam ült benn éppen, ő Kengyelnek a volt polgármestere volt. Amikor én tárgyaltam, akkor azon ő is végig ott volt, hiszen párhuzamosan a két településnek az ügyeiről tárgyaltunk, így alakult ez a megbeszélés.
és amikor vége lett a megbeszélésnek, mint kiderült, mi voltunk az utolsók, mert úgy elhúzódott az idő, még egy tárgyaló partnert vártak, ez pedig a Boldog István országgyűlési képviselő úr lett volna, de ő tán nem érkezett meg, és amikor kifele mentünk az épületből, akkor nagy késésekkel megérkezett, de én beültem az autóba, elindultam vissza Rákóczi falvára. Azt nem tudom, hogy ő vele végül megtörtént-e az egyeztetés, azt tudom, hogy elég paprikás hangulat volt akkor azért, mert hogy a képviselő úr nem érkezett meg a megbeszélésre. ös év elejére tehető, amikor dr. Túróczi Imre, ugye a jelenlegi polgármester, mint megbízott kabinetvezető, illetve aki így a pályázati, illetve fejlesztési ügyeket képviselte nálunk, illetve mentorált engem, keresett meg azzal, hogy tárgyalt egy közvilágítás céggel, hogy Rákóczi falvának a közvilágítását korszerűsítsük, ami egyébként szükséges is volt. És hát elmondta a Túróczi úr, ugye, hogy Szolnokon egy ilyen közvilágítás fejlesztésen már részlegesen túl vannak, és nagyon jól sikerült, és hogy Rákóczi falván is ezt meg lehetne valósítani, sőt meg kellene, ő ezt intézi. Nekem annyi feladatom van, hogy a testületen vigyem keresztül, már csak azért is fontos lenne, hogy ez a projekt működjön, ugyanis egy ilyen elég neves cég végezni ezt a fejlesztést, ezt az úgynevezett Elios nevű cég hajtotta volna végre, akinek az ügyvezetője Tibor István, én személyesen nem ismerem őt, nem is találkoztam. A képviselőtestület el is fogadta egyébként az előzetes tervek alapján, azonban amikor szembesültem azzal, hogy ez milyen összeget képvisel, tehát azért ez egy 100 millió forint fölötti beruházás lett volna, és hát én ismertem olyan, itt a környéken olyan referenciákat láttam, hogy töredékéért lett közvilágítás, korszerűsítés elvégezve. Én nem írtam alá ezt a dolgot, és inkább kértem a képviselőtestületet, hogy tárgyaljuk meg újra, és pályáztassuk meg. Új pályázatot írtunk ki, illetve többkörös pályázatot írtunk ki, és hát végül olcsóbb kivitelezőt sikerült fölkutatni.